Az életemet. Az életemet jelenti a hangszer. Bellák Tibor közel egy évtizede muzsikál, de a mai napig őrzi és nagybecsben tartja élete első harmonikáját. Sokszor elgondolkodott azon, hogy miért éppen 14 évesen talált rá a hangszerre, mely akkor már évek óta nagyapja szekrényének mélyén lapult. Talán a sors akarta így, véli a fiatalember, aki az első pillanatban barátságot kötött a harmonikával. Képzelj el egy kalózt, aki kincseket keres. És az élete úgy van megírva, hogy ő gazdag lesz, mert megtalálja a kincsét, akkor boldog élete lesz. Az én történetem ugyanaz. Megtaláltam a hangszert a nagypapámnak a szobájában, egy fekete tokban. Elővettem és nekiálltam rajta játszani. És amikor játszottam rajta, akkor nyugodt voltam. Akkor én voltam és a hangszer. És ez ahogy minél jobban megismertem, minél jobban belemélyedtem ebbe a hangszernek a játékába, minél több tudást sajátítottam el, annál jobban szerettem meg. Bellák Tibor szerint sokan kedvelik az élő zenét, általában azonban nem szavakkal fejezik ki, hogy nekik erre bizony szükségük van. Gyakran előfordul egy-egy koncerten, hogy könny szökik az emberek szemébe. Ilyenkor büszkeség tölti el a fiatalember szívét, mert úgy érzi, muzsikájával megérintette az embereket, s olyan emlékeket, érzéseket hozott felszínre, melyek elképzelhető, hogy hosszú ideje lelkük mélyén lapultak, s nem tudtak felszínre törni. Nemrég elkészült Bellák Tibor második videóklipje, mely a horvát tengerparton játszódik. A forgatásba Tibor barátai mellett a helyieket is bevonta. A klip rendkívül nagy népszerűségnek örvend, az egyik videó megosztó portálon bő egy hónap alatt csaknem 5000-en nézték meg. Volt egy érdekes momentum, megjelent ugye a régi Magnó kazetta és a CD is ebben a bizonyos klipben. Ezzel esetleg valamit szerettetek volna szimbolizálni? Hát a Magnó, ugye régen Magnó szalagos kazettákon tárolták ugye a harmonika zenét, nem jelent meg a CD. Aztán ez a régi muzsikát, magát a harmonikát szimbolizálja a kazetta. Amikor a videoklipnek pedig az utolsó részéhez érkezünk, akkor pedig megjelenik a CD, ahogy mondtad, és az pedig a modern zenét. És lényegében ez még arról is szól, hogy beledobom a CD-t a tengerbe, hogy piacra dobjuk a CD-t. Tehát, hogy meg fog jelenni, ez egy ígéret.
Tehát akkor ezek szerint készülőben van egy album? Igen, készülőben van, már lassan be is fejezzük. Hát 3 szám van vissza. Igen. Milyen zenei világot képvisel? Színesre csináltuk nagyon, ugyanis van benne több olyan szám is, amiben van jazz, swing, dubstep, elektrózene, meg és techno is. Tehát ezt a harmonikában, ezt a lakodalmas vonalat teljesen kihagytuk. Igaz, van egy magyar csárdás, hangverseny csárdás megcsináltuk, de az sem mulatos beütésű. Az is inkább ilyen fiatalos, kicsit keményen hangzásvilágot ígér. Hogy veszed észre, hogy veszik a fiatalok a lapot? Tehát azért, mert sikerült egy kicsit megfertőzni őket? Hát erről egy sztori jut eszembe. Barátaimhoz kimentem Balatonmáriára, és ott voltak többen is, akiket nem ismertem. Elindultunk be a faluba, és Márián megtalálták a hangost, a vasutánosnak a hangos lejátszóját, és ugye előre futottak, nem is tudom, és én meghallottam a pályaudvaron szól a biszkáján, mondom, Jézus, mondom, mi ez? És ezáltal úgy veszem észre, hogy igen, mert a fellépek, muzsikálok élőbe szóló hangszerrel, akkor is szokták már kiabálni, hogy biszkája, hogy az új számot játszom el, de hát az még azért még maradjon egy következő történet. Thank you.